Yeah! Megyek Portugáliába! Sziasztok, Linda vagyok, üdv ismét a csatornámon, és most szeretnék gyorsan mesélni egy kicsit, hogy miért megyek Portugáliába, és mi ez az egész. Decemberben a Magyar Kerékpáros Szövetség meghirdette, hogy lehet pályázni a UCI által szervezett kerékpáredzői képzésre, a UCI ugye a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség. Megpályáztam először magyarul, ugye ott átmentem, utána kellett küldeni egy angol nyelvi pályázatot, szerencsére ott is átmentem, utána pedig el kellett végezni egy online tanfolyamot. Ez nagy részt lefette a másfél éves TFS képzést, de voltak benne plusz részek, például szerelésről, meg technikai elemekről, de itt még egybe volt a mountain bike, meg az országút, meg a pálya, meg minden, viszont a kettes szintű képzés, ahova utazok, ott végre szeparált lesz, úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy milyen újdonságokat fogok tanulni, amiket utána az edzésvezetések során föl tudok használni a tanítványoknál. Egyébként a UCI-nak 3 szintű edzőképzése van, és ugye ez a második, úgyhogy ez biztos elég magas szintű lesz, illetve hallottam azt is, hogy jönni fognak nagy fejesek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy kikkel lehet majd találkozni, milyen kapcsolatokat lehet építeni. Ami viszont érdekes, hogy semmi elképzelésem nincsen a programról, ugyanis ezt nem mondták még el. Azt ígérték, hogy ma csütörtökön talán egy kicsit csepegtetnek, pedig holnap pénteken 1 óra 40-kor már indulunk. Igen, 1 óra 40-kor hajnalban, ugyanis a gép Bécsből megy Portóba. Egyébként voltam már Portugáliában edzőtáborozni 2017-ben, és arra emlékszem, hogy több nap is volt, amikor rommáztunk. És képzeljétek el, az időjárás előrejelzés azt mutatja, hogy egész héten szakadni fog az eső. Azért remélem fogunk tudni jókat bringázni, mert a YouTube alapján, ahogy megnéztem, tök klassz kis pályák vannak ott. Ugye ez egy szatellit központ, az európai központja a UCI-nak, és tök új pályákat építettek oda. Van XCO, van BMX, van minden, úgyhogy remélem ki fogjuk tudni használni. Viszek GoPro-t is, úgyhogy nem fogtok lemaradni semmiről. Szerintem csapjunk bele. A szálloda parkja csodaszép volt, a szoba rendben volt, de ezt majd még látjátok. A kaja hát no comment, de a kávézóban a sütik nagyon adták, és volt hell a boltban. Ebben a konferencia teremben töltöttük a napjaink jelentős részét. 3 vezetőedző volt, Conor Írországból, Ráb Skóciából és a katalán Mark, aki a mi tanárunk volt. Bár volt 1-2 nagy közös workshop, Ráb és Conor főként a versenyzők edzőtáborát menedzselte. Mark remek tanár volt, mindig lelkesen magyarázott bent és a pályán is. És bár nagyon vegyes volt a társaság, mégis szuper jó fej volt mindenki, és már az első nap tanultam valamit, van SPD-s papucs. Az én szobám a világ végén volt. Na jó, próbáljuk meg még egyszer. Akkor most már tényleg az én szobám. Hát fura egy panoráma, de hát jó lesz ez. És egyedül vagyok a szobában. A park, mint mondtam, csodaszép volt, csak nem sokat voltunk ott. Reggel 9-től elméleti oktatás volt ebédig, aztán vagy elmélet, vagy gyakorlat a pályán vacsoráig. Zsoltnak utólag is köszönöm a segítséget a szerelésben, és most irány a várva várt XCO pálya.
Én majdnem minden nap voltam a pályán, ami 5 percre van a hoteltől, és idén a junior és U23-as XCO EB helyszíne lesz. Legalább 4 alkalommal voltunk az oktatás keretein belül, ahol azt vettük át például, hogy miként lehet bizonyos technikákat oktatni, vagy hogyan érdemes nyomot választani. De olyan is volt, amikor az izlandi és a bolgár kolléga segített GoPro-zni, vagy csak simán ebéd helyett kijöttem megcsinálni a videókat, mert tudtam, hogy máskor nem lesz rá időm, és íme a végeredmény. Ez is egy marha jó spot, és ez benne lesz az EB pályába. Egy gond van még, hogy még nincs minden igazán készen. És ugye ez is nagyon mély, de ez még hagyján, mert nagyon gyorsít a gyorsító. Viszont az érkező ilyen térdig homok, elég gyász. Azért volt jó, hogy sokat mentem a pályán, és jól ismertem, mert az egyik feladat az edzőtáborban egy random versenyző felkészítése, támogatása és taktikai segítése volt egy házi versenyen. Ez volt a kedvenc feladatom, és már nagyon meg is dicsért, hogy ő is pont ugyanezeket mondaná. Egy profi UCI edzőtől ez nagy szó. Ez az ugrató végül nem lesz benne a XCO pályába, de innen kell, és ide, és egy ilyen mélyköves borzadályba érkezel, de maga az ugró nagyon kis fun. Egyébként a pálya itt fog jönni, mert ugye nincs elég magasan ahhoz, hogy biztonságosan átugráljál valaki fölött. Oh, it's supposed to...